Sem ismert drónokhoz képest, egy vezetékkel kapcsolódik a földi irányító állomáshoz, és onnan az energiaellátást is kapja, illetve a felderítési adatokat, a képi információt, ugye élő videóképet, színesett nappal, illetve hőkamera képét éjjel, vagy akár nappal is hőkamera képét, ezt a földi irányító állomásra vezetéken továbbítja. Ennek megfelelően nincs kisugárzása, ezért felderítő rádióelektronikai eszközökkel a felderítése még nehezebb, mint más eszközöknél, hiszen ugye nem lehet a kommunikációját kívülről, mondjuk úgy, hogy hallani. Az a vezeték, ami a magasságot lehetővé teszi, az emelkedést és a táplálást adja, ez egy körülbelül 70-80 méter emelkedés lehetővé tevő hosszú kábel. Figyelem! A Fütő Gergőt várják a szülei a lézeres bemutató sátornál. Köszönöm. A sági akkumulátor ebben is van, hogyha bármiért kiesne az agregátoros meghajtás, akkor se zuhanjon le, hanem biztonsággal visszatérjen a földre. Nagy teljesítményű videókamera van a gép fedélzetén, nappali és éjszakai, ami megfelelő körülmények között akár 2 kilométeren belül képes embereket, tárgyakat, állatokat detektálni, mozgásukat nyomon követni és megkülönböztetni őket. És át is térnék egy következő eszközre. Melyik az? A következő eszközünk, amit mi MSFK néven becézünk, ennek a teljes neve multispektrális felderítő komplexum, ami egy földi mozgócél felderítő lokátor, egy Beagle nevű radar, kiegészítve egy nagy felbontású kamerával. Ha fölnéznek a kivetítőre, ennek az eszköznek a képét láthatják, ahol egy térképes felületen a navigációs rendszer segítségével meghatározza nem csak a saját helyünket, hanem az észlelt mozgó tárgyakat is. Utána ezekről a kiegészítő kamerával képes hőkamerás, illetve nappali kamerás képet készíteni, irányt, pontos helyet meghatározni, és így a beavatkozó erőket pontosan a megfelelő helyre navigálni. Nagyon pontos azonosításra alkalmas, meg tudja különböztetni például az embereket és az állatokat. Ráadásul a rendszer úgy működik, hogy a radar által érzékelt mozgó tárgyra a kamera képes automatikusan, összehangolt módon ráfókuszálni és így annak a képét venni. Az eszköz 2-10 km között képes az ember és a jármű felismerésére, alapvetően szakasz, század, legfeljebb zászló elméleti kötelékek támogatását szolgálja. Következő eszköz. És akkor a következő eszköz, amit bemutatunk, hiszen eddig a Magyar Honvédség 24. Bornemisza Gergely felderítő ezred eszközeiről volt szó. A következő kép lesz a Raven RQ-11V pilóta nélküli felderítő eszköz, ami a Magyar Honvédség 2. Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonáinak alkalmazásában van. Az előbb említett drótos drón mutatja a felvételen a feldobását a Raven pilóta nélküli eszköznek. Láthatóan, mint egy papírrepülőt dobják el, de a villanymotorja húzza föl tovább a levegőbe. Ugye a villanymotornak a táplálást egy akkumulátor, felézeti akkumulátor biztosítja. Ez egy kisméretű, harcászati szintű feladatokra tervezett távirányítású pilóta nélküli repülőeszköz. A NATO besorolási rendje szerint Small UAV, azaz kisméretű pilóta nélküli légijármű kategóriában van besorolva. Képes távirányítással vagy előre programozott módon útpontok használatával kis magasságú légi felderítő feladatot végrehajtani. A folyamatos élőképet továbbít a rendszeresített kamerájával, van nappali és van éjszakai kamerája, kiviteltől függően ez lehet olyan, ami csak az egyik oldalra néz, és annak megfelelően kell repülési profilt állítani, hogy a követni kívánt szakaszt, területet, pontot ennek megfelelően lássa, illetve másik kivitelben pedig mozgatható, kiegyensúlyozott kamerával is rendelkezhet. Ez az eszköz egyszerre 3 különböző terminálra képes ezt a videójelet továbbítani. Ilyen például a korábbi bemutatókon már elhangzott JTAC, azaz előretolt repülés irányító számára biztosított rover berendezés. Ez egy távolról működtetett magas minőségű videóvevő készülék.
illetve az RF7800P kézirádió készüléke szintén videójelvételére alkalmas, vagy például a céget gyártó, bocsánat, a gépet gyártó Aeronvironment nevű cég saját terméke, a Packet RVT, ami egy kisméretű távoli videóterminál, egy Ringot videóterminál. Ez az eszköz különleges rendetépésű dandár alkalmazásában áll például azért is, mert olyan különleges tulajdonságai vannak, hogy a megfelelő taktikai hordozó tároló használatával akár nagy magasságból végrehajtott ejtőernyős kijuttatása is lehetséges, illetve legfeljebb 2 méter mély vízben 2 órán át is szállítható az ilyen tartályban, mert ezekkel bírja a rázkódást és a nyomáskülönbséget. Van egy másik különlegessége, amit akik türelemmel vannak és ezzel eszköz lerepüli a maga közel 1 órás programját, amiközben útvonalfelderítést fog végrehajtani a repülőtér körüli utakról. A leszállás során azt fogják látni, hogy a földet éréskor az eszköz gyakorlatilag szétesik darabjaira, viszont ez egy tervezett energiaelnyelő folyamat, ezt követően nagyon rövid idő alatt ismét alkalmazhatóvá tehető a légijármű. Kicsi tömegű, kisebb, mint a korábban említett Skylark, ennek a gépnek 2 kg alatti a tömege, a sebessége hasonló módon 48 és 90 km/h között lehet, repülési ideje 60 és 90 perc között, ez attól a payloadtól, vagy hát a hasznos tehertől függően, amit hordoz. Enyhe esőt is elvisel, a hatótávolsága 10 km, de ebben az esetben sem a repülési tulajdonságok és a meghajtórendszer, hanem a kommunikáció adja ezt a 10 km-t. Magyarul az a távolság, ahol az idő videóképet még képes továbbítani, és ott ezt a támogatott alegység parancsnoka számára biztosítani. Ez a támogatott parancsnok, hogy ezt mire is használja fel, hát egy helyzetképet kap arról, hogy mi történik a Földön, hogy a domb mögött milyen feladat, milyen erők vannak, milyen akadályok vannak, hogy az útvonal, ahol például a haladni tervezett konvoj el fog menni, van-e akadály, esetleg ott telepíteni akarnak-e valamilyen rajtaütéshez csapdát, robbanóanyagot, rögtönzött robbanóanyagot. Ebben az esetben akár lehet az útvonalat módosítani, vagy éppen a megfelelő erőknek a támogatását kérni. Ugyanúgy alkalmas egyébként a hőkamera használatával, de a nappalival is. A eltűnt személyek felkutatására, kutatómentő tevékenységek támogatására. A vészhelyzetekben szintén többféle programozott repülési módja van, vészeljárása van, úgyhogy képes visszatérni a megadott pontra és ott automatikusan végrehajtani a leszállást, illetve a jelek irányítási jelek zavarása vagy jelelvesztése esetén eleve automatikusan visszatér a helyére. A következő eszközünk, ez a Milvér csenében emlegetett MV-03-as nevű 4 rotoros pilóta nélküli felderítő repülőeszköz. Ezt az eszközt megint csak a Magyar Honvédség 24. Borna-Vissza Gergely felderítő ezzel katonái használják. Ez egy mini kategóriába tartozó, kis hatótávolságú, de most már forgószárnyas pilóta nélküli eszköz. Illetve az eszköz eddig is az volt természetesen, csak korábban merevszárnyasokról beszéltünk, most pedig átérünk egy forgószárnyasra. Kinézetre hasonlít a kereskedelemben kaphatókhoz, de azoknál nagyobb, robusztusabb, sokkal nagyobb terhelést visel el, sokkal rosszabb körülmények között is képes repülni. Így bírja a gyenge esőt, közepesen erős szelet, széllökéseket. Az eszköz célja egy looking over the hill, azaz a dombon túli területre való betekintés biztosítása, egy helyzettudatosság, helyzetkép biztosítása a támogatott alegység parancsnokának. Ez egy kicsi eszköz, ami azt jelenti, hogy a támogatott alegység is a hatótáva miatt körülbelül egy raj szakasz támogatását képes biztosítani. Az eszköz az akkumulátorával, illetve a kommunikációs eszközével 15-20 perc maximális repülési időn belül 1,5-2 km távolságban bevethető. Ahogy az imént említettem, itt is a kommunikációs hatótávolság az egyik fontos elem, de itt a másik fontos a méret, tömeg és teljesítmény arány miatt, hogy az eszközt visszanyerhessük az akkumulátor lemerülése előtt. Azaz ne kelljen 2 kilométerrel távolabb egy mocsárból előhalászni az oda lezuhanó eszközt. Az eszköz elég szélsőséges erőkörülmények között tud üzemelni, így mínusz 29 és plusz 50 fok hőmérséklet között. Ennek is többféle üzemmódja van ugyanúgy, mint a Skylark és a Raven eszközöknek, tehát itt is megléteznek azok az üzemmódok,
amikor vészeljárás esetén önállóan hazatér, beállított leszállási pontra leszáll, megadott útvonalat pontok alapján lerepül, és nagyban segíti a kezelő munkáját ezzel a részben autonóm tevékenység képességével. Én azt gondolom, hogy kaptak egy kis betekintést ezekbe a pilóta nélküli repülőeszközökbe, úgy a különleges rendetetési dandár, mint a felderítő ezzel alkalmazásában, hozzátéve azt a radart a kamerájával, ami rendkívül hatékonyan támogatja a honvédség aktuális műveleteit. És remélem felkeltettem az érdeklődésüket is a felderítő szakma iránt, úgy a felderítő ezred tevékenysége, mint a különleges rendetetési dandár esetében. Ha igen, kérem, menjenek és érdeklődjenek a statikus bemutató helyszínén, a két alakulat sátra egymás mellett található, az ott levő katonák nagy kedvel és nagyon vidáman adnak önöknek további tájékoztatást, engedik, hogy az eszközöket megfogdossák, némelyiket lehet még kapcsolgatni és a kezelőszerveket tekergetni, úgyhogy a gyerekeknek ez nagy örömet fog okozni. Köszönöm a figyelmüket, hogyha a terv szerint haladunk, akkor az én a hangomat ma már többet nem hallják, úgyhogy további jó szórakozást és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!